Kommunikáció hiány, elidegenedés, alkoholizmus, ezek a mai kor fiataljainak problémái, de egymás újraismerésével, a beszélgetés kibontakozásával, a gondok megbeszélésével mindez orvosolható. Erre mutat rá a Talajvesztettek csoportkép című előadása. Boldogan tudtuk megélni és átélni az előadás készítésének a folyamatát, és az előadás végére a közönség láthatta azt, hogy ebben a sok negativitásban és érzékenységben és elidegenedésben van valami pozitív, és van valami remény. Tegnap láttam egy embert. Megállt a vendéglőn. A Kocsmárosnét alakító Göncő Ágnes szabadkai színi növendéknek ez volt az első komolyabb bemutatkozása közönség előtt. Nagyon felemelő érzés itt lenni, megismerni a többieket, együtt dolgozni, együtt érezni. Ez az egész darab, tehát mi egyet alkottunk, tehát nem külön, tehát nem külön személyek voltunk, hanem egy egész. A rendező a mindennapi életet figyelve, a fiatalok viselkedését és kibontakozásuknak a lehetőségét kutatva vitte színre a darabot. Nem terveztünk példát mutatni, egyszerűen csak szerettük volna, ha foglalkozunk ezzel a dologgal. Ez már az, én úgy gondolom, hogy ha már foglalkozunk vele, még hogyha, tehát nem mutatunk irányt, nem terveztünk irányt mutatni, azt is így vagy úgy kellene, de egyszerűen, ha beszélünk valamiről, ha foglalkozunk valamivel, az már nagyon sokat tud segíteni, és az, hogy nem vagyunk egyedül. A Színes Szilánkok diák színpadnak három csoportja van, a Cseperedők, a Haladók és a Talajvesztettek. Valamennyiükkel szakemberek foglalkoznak a próbákon. Nagyon fontos, hogy mind a három korosztály fejlődjön valamerre, és ezt csak úgy tudjuk elérni, hogy olyan szakemberek dolgoznak a fiatalokkal, meg a gyerekekkel, a kisebbekkel is, akik valamilyen metodológiával, különböző pedagógiai módszerekkel el tudják azt érni, hogy tulajdonképpen lássunk egyelőre haladást, egyelőre menetelt a munkában. A diák színpad tagjai két évtized után olyan szintre fejlődtek, hogy a megmérettetéseken is bemutatkozhatnak. Részt vettek a Vajdasági Magyar Amatőr Színjátszók találkozóján, valamint nem sokára Óbecsére látogatnak a májusi játékokra, és az Máj játékokra is beneveztek.